Elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház! Magyarországon több mint 3 millióan élnek ételintoleranciával, illetve allergiával, és ez csupán a diagnosztizáltak a száma. Gyermekek körében még nagyobb az arányuk. Táplálékallergia esetén panaszok akár életveszélyessé is válhatnak, rögtön az étkezés után súlyos allergiás roham jelentkezik, attól függően, hogy az allergénből milyen mennyiséget fogyasztott a beteg. Tisztelt ház! A laktóz, tejfehérje és gluténmentes termékek a többi élelmiszernél 2-3-szor annyiba kerülnek, tovább növeli a különbséget, hogy az olcsóbb, saját márkás termékekből csak ritkán van speciális igényeknek megfelelő változat. Emellett a cukorbetegek a szénhidrát csökkentett étrendjüket zöldséggel, gyümölcsel tudják kiegészíteni, ami szintén magas költséggel jár. Jelenleg az egyes típusú és a szövődményes kettes típusú cukorbetegséggel, liszt- és laktózérzékenységgel diagnosztizált betegek adókedvezményben részesülnek, melynek összege 2024-ben 13.335 forint. Miközben a diétás étrend éves szinten több 100 000 forint extra kiadást jelent. A többi cukorbetegeknek és a tejfehérje intoleranciában szenvedőknek még ennyi adókedvezmény sem jár. Annak ellenére, hogy a betegség a felnőttek 20-30%-át érinti. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy a tejfehérje intoleranciával diagnosztizált betegeknek és az összes cukorbetegnek miért nem jár adókedvezmény? Miért tesznek különbséget ugyanazzal a betegséggel élő emberek között? Az igazoltan ételérzékenységgel és allergiával élő emberek a gyógyszerekhez hasonlóan miért nem kaphatnak a létfontosságú speciális élelmiszerekhez támogatást? Köszönöm és várom szíves válaszát. Köszönöm. Kérdésre Vétvári Bence miniszterhelyettes úr válaszol. Önnél a szót, miniszterhelyettes úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház. Ahogy arra ön is utalt, az összevont adólap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről egy kormányrendelet rendelkezik, a 335/2009-es kormányrendelet. Ugyanakkor ez egy olyan rendelet, amelyik folyamatosan módosul, hiszen az orvostudomány fejlődése alapján folyamatosan változnak ebben szereplő betegségek, pontosan azért, ahogy a tudomány ebben előre halad. A tejfehérje intolerancia kapcsán el tudom önnek mondani, hogy a rendelet meghatározza, hogy az emésztőrendszer mely betegségei jogosítanak az adókedvezmény igénybevételére. Az emésztőrendszer betegségei között szerepel az emésztőrendszeri felszívódási zavar, és ezen főcsoporton belül a felszívódási zavar intolerancia, és az egyéb felszívódási zavar is, melyhez külön feltételek nem kerültek meghatározásra. Így nem a kazein allergia, hanem esetlegesen az annak következtében kialakult állapot, a felszívódási zavar jogosíthat az adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére. A cukorbetegek esetén az anyagcserebetegségben szenvedő betegek között mind az első egyes típusú, mind a kettes típusú, azaz valamennyi cukorbeteg kezelésére szolgáló gyógyszerek árához az állam egészségbiztosítás útján társadalombiztosítási támogatást nyújt. Itt azért érdemes egy-két példát is megemlíteni, hogy felnőtt cukorbeteg részére adható új kombinációs gyógyszer esetében 3362 forint helyett már csak 1427 forint a fizetendő térítési díj. Ennek az első generikumát, hogyha valaki használja, akkor 4160 forint helyett 1322 forintot kell csak fizetni. Így tehát a kormány folyamatosan arra törekszik, hogy mind az adókedvezmény rendeletet aktualizálja a tudományásnak megfelelően, a gyógyszerárakban pedig igyekszünk folyamatosan csökkenteni azt, amit a betegeknek kell fizetni a gyógyszerért. Köszönöm szépen!